Üdvözlet mindenkinek, és salom! Valakinek kérdése van, javaslata vagy hozzászólása, megtalál minket ezeken az elérhetőségeken, és egyben lehetősége van mindenkinek arra, hogy amennyiben hasznosak találja a munkánkat, hozzájáruljon ahhoz. Így még több emberhez el tud jutni az információ, és nem csak egy oldalú lesz ez a folyamat. Köszönet, hála és dicsőség, Abba Jahuának! Ez Ézsaiás 42-es fejezet 19-es vers azt mondja, kicsoda vak, ha nem az én szolgám, és olyan süket, mint az én követem, akit elbocsátok. Ki olyan vak, mint a békességgel megajándékozott, és olyan vak, mint a szolgája? Sokat láttál, de nem vetted eszedbe, fülei nyitvák, de nem hall. Jahova igazságáért azt akarta, hogy a tórát nagyjá teszi és dicsőségessé. De nép kiraboltatott és eltapottatott bilincsbe verve, tömlöcben, minnyájan és fogházakban rejtettek el, prédává lettek és nincs szabadító, ragadományá lettek és nincsen, aki mondaná, add vissza. Kiveszi ezt közületek fülébe, aki figyelne és hallgatna ezután? kiadta ragadományul Jakóbot és Izraelt a prédálóknak. Avagy nem Jahua e, aki ellen védkezénk, és nem akartak járni utain, és nem hallgattak az ő tórájára, ezért onták ki rá búsulásának haragját, és a had erejét körülte lángolt az, de ő nem értett, és égett benned, de nem tért észre. Ezek azok a versek, amiket mindenki olvas, és aztán csak így áthalad rajta, megy a következő fejezethez. Mindannyian így vagyunk ezzel. De ahogy egyre többször végig ezt a könyvet, meg ezeket a szakaszokat, az atya feltár nekünk olyan dolgokat, amiket addig nem láttunk, vagy ami addig nem volt fontos. Én szerintem ez is egy ilyen dolog. Hiszen, hogyha ezt ismernék az emberek, akkor nem lenne kérdés az, hogy a siach, a szó, aki köztünk járt, mint egy ember, az ige, aki köztünk járt, és ő az út, az igazság, az élet, itt pedig azt mondja, hogy nem akartak járni az ő utain, és nem hallgattak az ő tórájára. Ugyanazt mondja itt, mint amit próbált szemléltetni a berithadásában, csak másfajta nézőpontból közelíti meg azt. És ugyanaz a következménye azért onták, ki rá búsulásának a haragját és had erejét, körülte lángolt az, de ő nem értett, égett benne, de nem tért észre. Néhány fejezettel korábban Ézsaiás azt írja, a föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, tóra, az oktatást, a rendelést megszegték, és megtörték az örök szövetséget, ezért átokemészti meg a földet, és lakolnak a rajta lakók, ezért megégnek a földnek lakói, és kevés ember marad meg. Mennek a fejezetnek a címe Elohim ítélete a Föld felett. Az egész Föld, amiről beszél, és azt mondja, hogy áthágtuk a tórát, megszegtük a rendelést, és az örök szövetséget megtört elmondta, hogy mi az, amit ő akar tőlünk, járni az ő utain és hallgatni az ő tórájára. Az ő útja nem változott a kezdetektől fogva, mindig is az ő instrukciói jelölték ki az utat. Hogyha valaki vezet, akkor azt tudja, hogy az egyik pontból, ha el akar jutni a másikba, akkor egy egyszerű módszere ennek, hogy nézi a táblákat. És akkor meg fogja tudni, hogy hol van, hány kilométert tett meg, és mennyi van még hátra, és merre kell lefordulni, hogy eljusson oda. Ugyanez a szituáció Hua útjával és az ő tórájával, ez a mi rendszerünk, ami elvezet majd ő hozzá. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem változott innen egészen napjainkig. Azon kívül, hogy az ember hogyan is számol el a bűnnel, jobban mondva, Abja Hua hogyan számol el a mi bűneinkkel, azon kívül a rendszer nem változott meg, hiszen nincs rá oka, hogy megváltoztassa azt. A te igazságod igazság örök és a te törvényed igaz. Ez a törvény, ez Tora. Az ő oktatása, vagy tanítása, vagy útmutatása az igaz. Ez örökké igaz. Nincs szükség arra, hogy eltöröljön belőle dolgokat. A te bizonyságaidnak igazsága örökké való. Oktas hogy éljek. Régtől fogva tudom, ez a 152-es vers, a te bizonyságaid felől, hogy azokat örökké állandóká tette. A te igédnek summája igazság, és a te igazságod ítélete mind örökké való. Ugyanezt magyarázza nekik itt is. Nem akarnak járni az utamon, és nem hallgatnak a tórára, amit adtak, adtam nekik. Meg kell értenünk azt, hogy abjahua nem úgy gondolkodik, mint mi, hogy ez egy valami, amit nekünk csinálnunk kell. Ez az ő első szülött gyermeke, az ő szava, amit megalkotott a teremtés kezdetén, ami neki és ami által teremtette a világot. Ha mi úgy gondolunk erre, akár csak, hogy ez valami, amit nekem csinálni kell, akkor nagyon-nagyon messze vagyunk attól, ami az ő meglátása ezzel kapcsolatban. Képzelje el mindenki, hogy ez Abihu a első szülött gyermeke, akiről a világ úgy beszél, hogy ez egy átok, ez egy rabság, ezt el kell törölni egy részét, erre nincs szükség, már megváltozott, meg már betöltötte. Miközben ez az út, amit nekünk járnunk kellene. 48-as fejezetben így folytatja, közelegetek hozzám, halljátok ezt, nem szóltam elejétől fogva titkon, mióta ez történik, ott vagyok, és most Jahua Elohim engem küldött, és az ő ruachja. Így szól Jahua. Megváltód. elnek hatalmassága vagy külön választotja. Én vagyok Jahua Elohimed, ki tanítlak hasznosra, vezetlek oly úton, amelyen járnod kell. Elmondja, hogy mi az az út, vaj, ha figyelmeztél volna parancsolataimra, hogyha ezt tetted volna, olyan volna békességed, mint a folyóvíz, és igazságod, mint a tenger habja, és olyan volna magod, mint a tenger fövénye, méhednek gyümölcsei, mint annak kövecskéi, nem vágatnék ki, és nem pusztulna el neve orcám elől. Ugyanezt az üzenetet mondja el megint. Bárhol kinyitjuk ezt a könyvet, és nagyjából ez az, amivel szembesülünk, ez az igazság. Bárki bárhol kinyitja ezt a könyvet, nem juthat más konklúzióra, mint arra, hogy az út, az igazság és az élet az az ő instrukciói. Erről szól ez a könyv, mikor azt mondja Zsoltárk 40-es fejezet 9, hogy teljesítsem akaratodat a tett órád, az keblem közepette van, és a könyvtekercsben írva van rólam, ez az, amire gondol. Az idők folyamán az emberiség ostobább lett, bár lehet, hogy mindig is ilyen volt, Én csak, mi csak azt tudjuk, ami most van. Visszagondolva, feltételezem mindenki azt hiszi, hogy az egy jobb világ volt, de nem tudjuk értelmezni azt, ami le van írva, mivel más a gondolkodásmódunk, másfajta perspektívából nézzük azt, ami le van írva. A legtöbbször mi absztrakt dolgokra gondolunk, szeretet, hit, igazság, elvont fogalmakra, ez ezt jelenti, az azt jelenti míg itt ő megmagyarázza ezeket, és itt egyáltalán nem fogalmakról van szó, azért mondja azt Abrim, vagy zsidókhoz, 4. fejezet 12, hogy Jahó szava élő és ható, élesebb minden két évű fegyverne. Mert az ő szava az az igazság, az az út, az nem egy fogalom, hogy ez az igazság, vagy ez az út, hanem az mind, ami az ő személyisége, vagy az ő karaktere. Ezért ilyen hosszú ez a könyv, és ezért tudja ennyi perspektívából bemutatni, mert azt szeretné, hogyha látnánk, hogy ez több annál, mint hogy nekem ezt kell csinálni, vagy azt nem lehet csinálni, vagy ezen a napon nem tudom ezt, vagy azt tenni. Ezen keresztül megismernénk őt, hogy ő milyen, ha átalakulunk, akkor meg mi olyanok lehetnénk, amilyen ő ellentétben azokkal, akik olyanok, mint a világ. Engem küldött, is az ő ruachját. Így szól Jahua, a te megváltód. Izraelnek külön választotja, ez Jahua. Én vagyok, Jahua, Elohimed vagy hatalmasságod, aki tanítalak a hasznosra. Ez valami, ami használ vagy segít. A tanítás pedig lamád, tanul. Gyakorol, gyakorlatozik, vagy valamiféle jártasságra tesz szert. Ő az, aki megmutatja nekünk, hogy hogyan kellene járnunk sem ott, 16-os fejezetben azt mondja, hogy hagyd teszteljem le, hogy ezek az emberek hajlandók-e járni az én instrukcióimban, és ezért adta nekik a sabát napot. Így tanítja meg őket. Megmutatta, hogy mi az, amit akar, és aztán elvárja, hogy mi ezt csináljuk. Ez nem változott mind a mai napig. Ezért van az, hogyha visszanézzünk arról, hogy hogy alakult az élet egy éve, két éve, három éve, amikor kezdtük ezt az egészet, meg remélhetőleg ma, Rengeteg változást tapasztal mindenki ebben. Sokkal jobban áthatja az életünket az ő szava, mint a kezdetekben. Rengeteg dolgot ismerünk, amit nem ismertünk eddig, és ez szorítja az életed egyre szorosabbá ezen az úton. De nem olyan értelemben, mint ahogy a világ gondolja azt, hogy ó, te nem csináltad ezt meg, neked ezt kell csinálni. Legalábbis én nem így élem meg, hogy nekem ezt vagy azt kell csinálni, vagy ezt vagy azt nem csinálhatom. Én úgy élem meg, hogy ha ezt vagy azt csinálom, és ezt vagy azt nem csinálom, akkor én jobban meg fogom ismerni, hogy milyen a teremtője a világnak, mert ő kinyilatkoztatta azt, hogy ő milyen az által, ami ide le van írva. Innen tudjuk, hogy azok a fogalmak, amikről beszélnek az emberek, mint szeretet, vagy igazság, vagy odaadás, vagy hit, az nem az, amiről az atya beszél. Ők nem akarják megismerni őt. Ők azt akarják, hogy olyan legyen, amilyennek ők Gondolják, vagy ők elképzelik, vagy ők szeretnék, hogy legyen Isten. Kialakítanak maguknak egy hatalmasságot, akit ők követnek, és aki annak ellenére, hogy ők nem teszik azt sem, amit az akar, az majd meg fog bocsátani nekik mégis. Ezzel szemben ő azt mondja, hogy gyertek közelebb hozzám, és halljátok ezt. Nem szóltam elejétől fogva titkon. Ez mindig is nyilvánvaló volt, amit ő akar. Ez nem volt egy titok, vagy nem volt rejtve soha. Ez árnyék, amiről beszél. Valami, ami el van takarva, mint egy lepel, egy rejtek helyen, el van rejtve, ez nem ilyen. Ez nem egy bizalmas információ. Mióta ez történik, ott vagyok. A kezdetektől fog. És most, Jahuá Elohim elküldött engem és az ő ruháját. És tanítalak téged a hasznosra és vezetlek egy olyan úton, amelyen járnod kell. Ez a vezetlek, ez darak. Lép vagy menetel. Tapos, eltapos. Kitapossa az utat nekünk, és nekünk csak követni kell őt ezen. Erről beszél. Az út egyébként derek, a vezet pedig darak. Amelyen járnod kell, ez jalak. Előre mozdulni, haladni, menni, ez az, amin nekünk járnunk kell, és ő kitapolja -e ezt az utat azáltal, hogy megtanít minket az ő elvárásaira, amik le vannak itt írva. Ez nem csak elvárás felénk, ez a használati utasítás annak a testnek, amik mi vagyunk. És annak a ne ami az ember más módon is működik, hogy végig lehet élni ezt az életet, meg használni ezeket, de azok nem csak itt nem lesznek hasznosak számunkra, hanem a következő életben sem. Vaj, ha figyelmeztél volna a parancsolataimra. És akkor olyan lenne a békességed, mint a folyóvíz, és az igazságod, mint a tengernek a habjai. Hogy soha nem fogy el. Ez a folyóvíz. Újra és újra jön, minden nap. Senki se tudja, hogy honnan jön, hova megy, és mindig tele van. Mint a tenger. Állandó. Ezt kijelöltem itt a végére szándékosan. Menjetek ki Bábelből, fussatok el Kádéából újongásnak a szavával. Beszéltünk Egyiptomról nem is olyan régen, többször is szukót volt az egyik, amikor beszéltünk erről, és aztán talán pont múlt héten, ha jól emlékszem, szintén Egyiptom és Bábel ugyanazt reprezentálja ez a világ, ahol fogságban voltak ezek az emberek, meg fogságban vagyunk mi most. És a bűn az, Amivel oda láncol magához minket ez a közösség. Babel, az Elohim kapuja, vagy pedig keveredés, én erre fókuszálnék, mert ez az, amit jelent a szó. Ez Bet Bet Lamed, az a ház, ház és a tanítás. A ház reprezentál egy egységet, Abjahua az erős ház. Ő az a ház, akihez nekünk tartoznunk kéne. Ez a ház, ebben van egy másik ház. Ezért keveredést jelent ez a kifejezés. Van egy ház a házban, és az a tanítás. A sok tanítás összekeveredik, a sok ház. Amikor arról van szó, hogy elfogadni mindenkit, vagy mi mind egy Istent imádunk, vagy multikulturális társadalom, a városiasodás az, hogy mindenféle népek együtt élnek, mindenféle idézőjelbe vett kultúrák vagy vallások egy helyen élnek, ez. Babel. Az Amerikai Egyesült Államok ennek a kiteljesedése, ennek az ideológiának, ahol mindenféle népek a kezdetektől fogva együtt élnek. A probléma ezzel az, aztán persze Nyugat-Európa ugyanebbe a kategóriába kezd tartozni, és az Európai Unió, meg az összes unió. Nem az a baj, hogy az emberek nem tudnak együtt élni egymással. Az a probléma, hogy vagy Abia az a ház, ahol az ember lakik, vagy pedig ezek a házak vannak egybe. De ennek a kezdetektől fogva ugyanaz a végeredménye, Az pedig az, hogy semmi sem gátolja meg ezeket, hogy véghez ne vigyenek mindent, amit elgondolnak magukban ezek az emberek. Erről beszéltünk már korábban, ez a mám gondolkodik, elmélkedik, agya, koncentrál valamire, tervez, elhatároz, vagy pedig valamilyen célt kitűz. Azt hiszik az emberek, hogy mi vagyunk azok, akik kitaláljuk ezeket a terveket, amiket kitűztünk magunknak. Elfelejtvén az, hogy van egy spirituális világ a miénk fölött, ami felsőbrendű és manipulálja mindannyiunknak az elmét. Vagy az atya ez, vagy pedig az ellenség. Babel az ellenségnek a szülötte. Ez az ő gyermeke, azért néz ki úgy, ahogy kinéz. Nem az ember az, aki kitalálja ezeket a dolgokat, amiket látunk a világban, azért a szenvedés, a pusztulás, a halál, és mi mindig valamilyen úton, módon odajukadunk ki, hogy az egyik birodalom eltörli a másikat. Ez egyszerűen csak ide vezet, ez az ideológia lényege. Nem arról van szó, hogy mi ezt akarjuk. Arról van szó, hogy ez ide vezet. Ez az út elvezet oda, az ő útja meg elvezet a másik irányba. Nem azért zavarta össze a nyelvüket, mert meg, megijedt, hogy följutnak, az kibombázzák onnan, vagy egy dárdával megölik. Őt ez nem érdekelte ez a dolog, ő tisztában volt azzal, hogy ez nem fordulhat elő. A probléma az volt, hogy nehogy elhiggyék, hogy bármit meg tudnak tenni, és annak a vége az, hogy mindenki elpusztul, mint ami felé most haladunk, nem ő lesz az, aki eltörli a föld az embert, hanem mi leszünk magunk. Mert az ellenség így manipulálja a vezetőket, hogy ez legyen a végkifejlet. Az atya mindig is tudta, hogy ez így van. Ezért próbál segíteni minket az ő szavába, és vezet magához közel. De ehhez meg kell hallani azt a tanítást, és ahhoz az szerint kell élni. Azt mondja, hogy hagyjátok el ezt a rendszert. Nem feltétlen arról beszél, hogy mindenki hagyjon csapott papot, és akkor hagyja el a világot, és akkor kezdjen el valami gazdálkodó életformát. Arról beszél, hogy ezt a házakat, amiből ezek a tanítások jönnek, ezt hagyd el. Fussál ki belőle az újongásnak a szavával. Jelentsétek meg, tudassátok ezt, terjesztétek a föld végső határáig, és mondjátok, hogy megváltotta a Jahua, Szolgálját Jakobot. Hagyd el ezt a helyet. Ugyanerre figyelmeztet még mindig, négyes fejezet, ez jelenések könyve, más szózat sem amely ezt mondja, fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból. Amiről szó van, ez Babilon. Ugyanaz a Babel, amiről olvastunk az előbb. Babilon. Erről beszél Jeremiás az 50-es fejezetben, fussatok ki Babilonból, és jöjjetek ki Kálde a földéből, és olyanok legyetek, mint a kecskebakok a nyáj előtt, mert íme én nagy nemzetek gyülekezetét támasztom, és hozom fel Babilonra, északnak földéről sorakoznak ellene, legott bevétetik. Ez az, amit mi megtettünk, hogy eljussunk idáig. Mindenki elhagyott valamiféle filozófiát, meg ideológiát, ami az életét vezérelte. Hogyha valakinek nem volt, akkor az egyszerűen csak a hedonizmus volt, vagy, vagy az anarchia, valami, ami ehhez hasonló. De olyan nincs, hogy valakinek semmiféle vezélő elve nincs. Ha keresztény, akkor keresztény, ha adventista, akkor adventista. Nincsen jelentősége. Ez mind a világot reprezentálja, mert egyik sem csinálja azt, amiről itt beszél Abjahua mindegyik vagy hozzátesz, de általában elvesznek abból, ami az ő szava. És megmagyarázzák azt különböző tanítások segítségével. Ez a sok ház, ami a tanítást kiadja, ez Bábel. És a nagy parázna az a katolikus egyház, amely összefogja ezt az egészet. Azért hívják anya szent egyházna az ő gyermekei, az összes többi tízezer felekezetek, amiket mindannyian ismerünk. Érdekes módon mind megegyezik abban, hogy mindenki üdvöző persze, aki keresztény, ennek ellenére van 30 ezer különböző felekezet. Hogyha mindenki mégis üdvözül, aki keresztény, akkor miért nem van csak egy? Akkor minek több tízezer különböző? Vagy nincs jelentősége, vagy van, de így mind a kettő nem lehet, hogy mindenki üdvözül, de szükség van egy déli baptista felekezetre, ami így csinálja a bemerítést, mert a másik úgy csinálja. De ennek ellenére meg vannak győződve arról, hogy mindenki, aki kereszténynek mondja magát, az üdvözül majd a végén. Milyen fajta logika az akkor? Nem üdvözülhet mindenki a végén. Ez a lényege az egésznek, ugyanúgy, mint egy verseny ami ma van, hogy mindenki kap egy érmet, akár hanyadik lesz, csak azért, hogy jól érezze magát, olyan nem lesz ennek a végén. Itt csak az, aki mindvégig kitart, az fog üdvözülni. Ez Misri 12. 12.27-es vers, azt mondja a az igazságnak útjában van az élet, és az ő ösvényének útja, hatatlanság, az ő ösvénye, ez az igazság, amiről beszélt. Szadiká, Becsületesség, úgy mint ítélethozatalban, kormányzásban, mint egy etikai norma. Becsületesség. A becsületességnek a külső igazolása, szabadulás, jólét, prosperálás, igazságosság, igaz cselekedet vagy pedig jó tétemény. Jegyezze meg mindenki a kifejezést, szedi K. Mikor igazságról beszél, akkor ez az, amire gondol. Ennek az útjában van az élet, és az ő ösvényének az útja a halhatatlanság. Ez az a keskeny út, ami vezet a szűk kapuhoz, aminek a végén az élet van. Ugyan erről beszélje a Ham Siach, mikor azt mondja, hogy szoros az a kapu, keskeny az az út, mely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Az igazságnak az útjában van az élet, és az ő ösvényének útja a halhatatlanság. Azért, mert ez a könyv kezdetektől fogva a végéig következetesen mindig ugyanazt az üzenetet közvetíti. Nem tud más üzenetet közvetíteni. Nem értettük meg ezt mi sem, míg a világban voltunk azért, mert a mi szavunk nem számít semmit nekünk. Egyszer ezt mondjuk, és aztán megváltoztatjuk, meg főleg még még a világban voltunk. Nem úgy gondol senki arra, amit mondott, hogy ó, én ezt kimondtam, akkor ez valamiféle felelőssége vagy következményekkel jár. Képzelj el azt mindenki, hogy Abjahuának a szava az ő elsőszülött gyermeke, Jahúsá Mashiach vagy a Malach Jahua, aki a tanákban szerepel, nem tud megváltozni, hisz ez már egy kész lény a kezdetektől fogva. Mi lenne, ha mi mindannyian így gondolnánk arra, amit mondunk? Ami nem egyszerű, hát hogy lenne az, mikor jövünk egy olyan háttérből, ahonnan jövünk? Ebből a bábelből ahol mindenki tanítja azt, ami eszébe jut, meg amit neki kinyilatkoztatott X, meg Z, meg Isten, meg az összes többi. Ezt le kell vetkőzni az embernek úgy, hogy elmerül itt, ebben a szóban, és aztán, amikor feljön, akkor egy új lény lesz, ami már másként gondolkozik. Az igazság útját leírja Tehelém Zsoltárok, azt mondja, az igazságnak az útját választottam. Az igazságnak az útjában van az élet, és az ő ösvényének az útja a halhatatlanság. Ő pedig az igazság útját választotta. Jahushaham a siák azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Péter úgy fogalmaz, hogy sokan fogják követni azoknak a romlottságát, akik miatt az igazságnak az útja káromoltatni fog. Kik ezek az emberek? A hamis proféták a nép között, amiképpen ti köztetek is lesznek hamis tanítók akik veszedelmes eretnekségeket fognak becsempészni. Az eretnekség, ez vallási csoport, vallásos csoport, irányzott, felekezött. Szerintem így van, szerintem úgy van, csináljunk egy új felekezetet. Párt, irányzat vagy iskola. De ezek veszedelmes dolgok, amiket ők kitalálnak, romlás, pusztuláshoz vezet, kárhozatba, széles ú, És Adont, aki megváltotta őket, megtagadván, önmagukra hirtelen való veszedelmet hoznak. Megtagadják azzal, ahogy élnek, nem azzal, amit mondanak, azzal nincsen baj, hogy ki mit mond, mindenki szereti Jézust és Istent. Mindenki imádja az Úr nevét, és mindenkinek ez a mindene. Úgyhogy kell, hogy legyen valami más, ami megmutatja nekünk, hogy ki az, akinek valóban ez a mindene. Hiszen azt nem mondhatjuk, hogy mindenki a maga módján szolgálja őt, vagy majd hua a végén eldönti, hogy ki az, aki valóban szereti őt, amellett, hogy ő majd eldönti a végén, valamilyen módon csak meg kellene tudni ítélni azt, hogy jó esetben hogyan tudok segíteni annak az embernek, ha esetleg látom, hogy rossz úton jár. De ha nem is tudom semmihez se viszonyítani, hogy mi az, hogy jó vagy nem, akkor nem tudok segíteni neki. És sokan fogják követni ezeknek az embereknek a romlottságát, akik miatt az igazságnak az útja káromoltatni fog. Yahusza siák, ő az út, az igazság és az élet. Hogyan lehetséges az, hogy ez a rengeteg ember, aki azt mondja, hogy őt szolgálja, mindeközben nem vesz észre azt, hogy ők azok, akik miatt káromoltatik az igazság útja? Mert a cselekedet az, ami meghatározza, hogy hol van az embernek a szíve és melyik utat járja. De nézzük meg, hogy mi az igazság útja akkor hát, a te ítéleteit forognak előttem. Ragaszkodom a te bizonságaidhoz, Jahó, ne hagyj megszégyenülni. Ítélet, mi spát, bizonság. A te parancsolataidnak útján járok, ha megvigasztalod az én szívemet. Taníts meg engem, jahua, a te rendeléseidnek az útjára, hogy megőrizzem azt mindvégig. Aki mindvégig kitart, az üdvöző. Oktas, taníts engem, segíts abban, hogy fel tudjam fogni. Ez bén felfogni valamit, megérteni azt, amit valaki tud, ez az, amire gondol. Szó szerint azt mondja, hogy segíts, hogy megértsem. Csinálj engem, hogy megértsem. Hogy megőrizzem a te tórádat. És megtartsam azt teljes szívemből, és vezérelj a te parancsolataidnak útján, mert gyönyörködöm abban. Ösvény, pálya, út, nyomdok, nyomvonal vagy kerékvágás. Hát akkor nem ugyanarról van szó mindig, mindenhol, bárhol is nyitjuk ki ezt a könyvet? Menjetek ki Bábelből vagy Babilonból, fussatok el Káldiából újongásnak a szavával, mert Jahua az, aki megtanít minket a hasznosra és vezet egy úton, amelyen járnunk kell, és ez az út nem változott meg a kezdetektől fogva. Valakinek kérdése van, javaslata vagy hozzászólása megtalál minket ezeken az elérhetőségeken? és egyben lehetősége van mindenkinek arra, hogy amennyiben hasznosak találja a munkánkat, hozzájáruljon ahhoz. Így még több emberhez el tud jutni az információ, és nem csak egy oldalú lesz ez a folyamat. Köszönet, hála és dicsőség Abba Yahuának, Halleluja és Salom!